śmieszanych ostro zauważyłem, że to zupełnie ogląda o to impos. Idę, mindig szívesen látiteket a közönség. Áramlik a szeretetük, hiszen ez mindenkinek. Az elődék. Kárpát-medence határon innen és súri területein meglévő hagyományőrzéket látják, kordú öltözésben és fegyverzetben. Harcosok, napszerűnek korfotok. Köszönjük, csikósok! Köszönjük, csikósok! Kommunikáció egyik fontos eszköze, a kürt, amelyen hangjelzésekkel kommunikáltak. És igen, kedves látogatók, magyar testvéreim, igen, jól látják, kétfokú tevék, bizony, leletek bizonyítják, hogy a Kárpát-medencében tevék is érkeztek velünk. Írott bizonyíték is van rá a harmadik Béla korából. Szomszédos fejedelemnek. Oké, négy csípésesnek szólja majd, hogy mindjárt el fog tudni menni. Jó, és mondom, tényleg neki hol van a legtöbbedik. A gyermekek, nők, öregek, képzeletünk szerint felvonulás közepén volt. És most a tűzlőtér közepén négy különleges állat, amelyek szintén őszakosak itt a Kárpát-medencében. A pivaj, a kor nehéz képe, irtózatos erejű állat, nem volt súly, amit el nem úsztak volna. Idomít, ami nem lehet nagyon őket. Azért is különleges dolog, hogy ebben a felvonulásban részt veszek. És én... akiket látnak. Huszonhét nemzet a hun-türk világból ma itt ünnepel, és a magyarokkal együtt az egész türk világ ide figyel Bugacra. Hajrá, Turán! Most pedig első rokon nemzetünkén Törökország, Türkiye! Törökországból vendégünk volt tegnap a volt miniszterelnök. Következő testvérzászlónk, Azerbajdzsán! Azerbajdzsánból jelen volt nálunk az azerbajdzsáni medzslisz
az azerbajdzsáni nemzetgyűlés alelnöke, aki tegnap megtisztelte az ünnepünket, ma pedig Azerbajdzsán nagykövetsége, akik elhozták az azerbajdzsáni nép üzenetét. Mai rokon népeink közül a legnehezebb helyzetben van. Ezért kérjük, mindenki gondoljon, és üzenje, hogy marad. Hőszékely nemzet, a Kárpátok keleti véd a jogán, de szívből és tiszteletből a rokon nemzeteink mellett, és bár időben utánuk, de nekünk szívünkhez legközelebb a magyar nemzeti lobogó, amelyet szemlélekű harcosok jönnek. Hajrá magyarok! Hajrá Magyarország! Tisztelet a magyar zászlónak! Hiszen ez a legnagyobb közös jelképünk. Erőnk mindketten kemények vagytok, látványosan. Nagyon nyakra úgy fogjuk, hogy figyeljen a szár. Atilla Atya Vurakaya, hükmettiler tüm dünyaya. Gel